Éhezem az igazságra, az igaz szóra, a valósra. Éhezem a szabadságra, a boldogságra, a mosolyra, mely az arcokra fagyott. Éhezem a társaságra, a segítőre, a jobbot nyújtó kézre. Éhezem a békére, a békességre, a szeretetre, mely nincs állarc mögé bújva. Éhezem az igényére, mely benned is ott bújik, a félelemtől folytva. Éhezem egy más világért, néma sikollyal, melyet elnyom a megszakás, hűsiketítő robajjal. Üzenet az, hogy mi itt vagyunk. Üzenet az, hogy ne féljetek és álljatok ki ti is, mert ez, amit felolvastam, ez a ti vágyatok is, és mindenki vágya. És merjetek kiállni az igazatokért és ezért a vágyért, mert különben nagyon-nagyon csúnya világ jön. És nem pessimizmus beszél belőlem, nem jósolni szeretnék ezzel, de valahol erről ezért mi is tehetünk, és erről mi is tehetünk, hogy idáig fajultak a dolgok, hogy a képviselőjelöltek csak hazudoznak, és tisztelet a kivételnek persze, és ígérgetnek, és utána számonkérési lehetőség csak 4 évente van a választásokkal, aminél megint azt lehet eldönteni, hogy talán ki volt a szimpatikusabb, ki volt a legszebb, kinek volt több pénze a kampányra, és ki ígért legtöbbet. Akkor, amikor ez a haza ilyen helyzetbe áll, és ilyen szegény, és ilyen, ennyi szegény ember van, hogy talán 56 után nem volt ennyi kivándorló, mint aki, amennyi most van, kalandvágyból. Üzenem, hogy nem kalandvágy, vagy pedig én is 56 évesen kalandvágyból készülődök ki, mert igen, keresek kint munkát Ausztriába is, és Németországba is hirdetéseket adtam föl, mert keresek. Nem kalandvágyból. Bár lehet, hogy én is kalandor vagyok még 56 évesen. És a nejem is 52 évesen. Sajnos bevettük ezt a maszlagot, ugye a maszlag az egy drog és mérgező növény. Bevettük ezt a maszlagot, hogy mindent a rendszerváltás után uniós árakra kell emelni, és el kell érni az uniós árakat és az uniós szintet. Ez valóban így is történt. Mivel voltam kint nem olyan régen Ausztriába egy párszor vásárolgatni, mert az osztrák határ közelébe éltem. Megtapasztaltam, hogy nem az uniós árakat értük el, hanem az fölött vagyunk nagyon sok mindenben. A kinti fizetések 1500 euró környékén vannak. Akkor kérdezem én, milyen uniós szintre hoztuk Magyarországot? Ez nem uniós szint. Mi ezért nem, nagyon sokan nem mernek felszólalni. Nem merik kérni, hogy igenis a megélhetést, az alapvető megélhetést, ha már uniós árak vannak, az uniós fizetések is legyenek. És elgondolkodtam azon, hogy nem tudom, hogy Franciaországban, Németországban és a többi nyugat-európai országban, ha 4-5-szörösére most hirtelen felemelnék, egyik napról a másikra, felemelnék a fogyasztói árát azoknak a termékeknek, amik most egyenlő szinten vannak velünk, de mivel a fizetések, ugye nálunk, negyed-ötöd része, ott felemelnék 4-5-szörösére a fogyasztói árakat, vagy levennék a fizetéseket 4-5-öd részére, mi lenne ebből? Azok talán oda csapnának az asztalra, és vagy pedig tűrnék. Én úgy gondolom, hogy ott kőkövön nem maradna. Én nem azt kívánom, hogy itt kőkövön nem maradjon, azt kívánom, hogy maradjon. Maradjon meg a kő is, meg maradjanak meg az emberek is. Sajnos odafajult, és odáig jutottunk, hogy nagyon sokunkat már skizofrénnek és idegbetegnek, és nem normálisnak nyilvánítanak. Ugyanúgy, mint Széchenyi. De erről mi is tehetünk, nem csak az, akik azzal is nyilvánítanak minket, hanem mi is tehetünk azért, hogy a tenni akaró embertársainkat hagyjuk, hogy hülyének, és skizofrénnak, és nem normálisnak nyilvánítsák. Gondolkodjatok el ezen. Nagy megtiszteltetés olyan emberek közé jönni, akik azzal foglalkoznak, amivel nagyon sok képviselőnek kellett volna az elmúlt évtizedekben foglalkozni. Nagyon örülök neki, hogy Sanyi bátyám egy olyan dologgal fejezte be a mondandóját, ami miatt nagyon sokan úgy veszítettük el az életkezdési lehetőségünket, hogy egyszerűen hülyének neveztek bennünket, és sokan el is hitték. Üzenem az otthon maradottaknak, és azoknak a képviselőknek, akik itt vannak bent a házba, és vagy nem tudnak Sanyi bátyámról, és hogy miért van itt, jó volna, ha fáradtságot vennének arról, ahhoz, hogy ide jöjjenek. Elbeszélgessenek Sanyi bátyámmal, mert ő nem csak azt éhezi,
amit mindenki éhez, az szomjazza, amit mindenki szomjaz, hanem föl is tudja fogni, hogy mire van szükségünk. És az az emberség nagyon hiányzik a jelenlegi vezetőink többségéből. Nagyon szeretném, ha fáradtságot és időt szentelnének arra a képviselők, hogy leüljenek beszélgetni azokkal az emberekkel, akik nem kiabálni jönnek ide, hanem a megoldásról akarnak beszélni. Nagyon megköszönném azoknak az embereknek, akik ezt a felvételt megnézik, felhívják az általuk elismert embereknek a figyelmét, hogy szeretnék azt a beszélgetést hallani, amit folytatnak itt Sanyi bátyámmal. Ő alkalmas arra, hogy nyugodtan megbeszéljen emberekkel dolgokat. Nem mindegy, hogy egy megbeszélt, megtervezett jövőképet akarunk építeni, és a képviselőink is azt terjesztik majd elő, amire szükség van, vagy ők gondolnak egyet, és megszavaznak valamit. Én nagyon megköszönném, hogyha az üzenetet minél többen továbbítanák egymásnak. Nagyon megtiszteltetőnek veszem azt a helyzetet, hogy én itt jó magyar emberek között elmondhattam ezt a pár dolgot. Köszönöm a szót. Ők éhségsztrájkoltak a Színege utcába, és mi akkor ismerkedtünk meg velük. Én támogatom azt a nézetet, amit a Sándorék vallanak, a szeretettel és az igazságra kéne törekednünk. Elegünk van abból, hogy hazánkban a politikusok csak biankót nyomnak az orrunk alá, szavazzunk, de nincs miről. Ugyanakkor becsapnák az embereket, hazudnak az embereknek. Ezt senki nem meri fölvállalni. És jó lenne, hogyha az emberek fölébrednének, és ezt a sok-sok hazugságot azt mondanák, hogy elég volt. Köszönjük. És ide jöjjenek. Nagyon nehéz a helyzetünk. Nagyon az szempontból, hogy mi már szinte mindent tudunk, amit még mások nem. Itt értem a jelenlegi kormánynak a tevékenységét, értem a háttérhatalomnak a tevékenységét, értem az Egyesült Államoknak a tevékenységét. A mi célunk az, hogy ami végül is én is kijöttem, nem azért, hogy most nyilatkozzak neked, hanem hogy felébresszük az embereket. És hogy gondolod, hogy lehetne ezt elérni? Hát egy bózaszon előtt kéne robbantani itt az országban, most nem fegyverre gondolok, hanem egy olyan ember álljon ki, aki ha kinyitja a száját, akkor az nem kell hozzá média, nem kell hozzá televízió, rádió, újság. És hogy érzed? Van ilyen ember? Van.